úgy legyen megépítve, hogy ők szeretnék. Az volt a javaslat, hogy hagyjuk meg úgy, ahogyan ez a kápolna annak idején 1700-as évek vége óta állt, ne változtassunk rajta, és az urnafal helyét is annak idején megváltoztattuk, és ide a millenniumi emlékmű köré került. Itt 106 sírhelye lett kialakítva, és tovább bővíthető ez az urnafal még. 600 darab rózsatövet fogunk elhozni Szeged környékéről, úgyhogy a Kossuth utcának a rózsásítását szeretnénk, illetve a környező utcák rózsásítását szeretnénk elérni, illetőleg az, hogy ebbe a 65 ládában majd rózsatövek fognak kerülni. Mégiscsak ott marad szerettünk. Aztán kiderül, hogy mégis szívesen járunk, mert évente többször vissza-vissza járunk hozzá, és szinte együtt vagyunk halottainkkal. Erről az időszakról szól Halottak napja, Minden Szentek, és Magyarország tekintetében talán elhúzódik ez egész november 4-éig, mert hisz a addig eltelt időszakig még több halottunk keletkezett, gondoljunk 1956-ra. Az elmúlt három évben végigjárjuk az országot, végighordjuk a tekintetünket a környéken. Azt látjuk, hogy a gondviselés úgy akarta, hogy hozzányúljunk a kegyhelyeinkhez, templomainkhoz, mert hisz előtte el voltak hanyagolva, és a környéket megnézzük, úgy Bodajkot, Gántot, csak ahhoz én mindenhol részt vettem a felújítás rovatásán, Csákberényt, Pusztavámat, Móron is megújult a fal, tehát mindenhol igyekezett az állam segítséget nyújtani a közösségnek, a helyi településnek, azért, hogy ez a meghitt ünnep, amelynek az ünnepnapját ez a kormány 1998 és 2002 között tett ünnepé. Az Úr legyen veletek! És kedves jó testvéreim, tisztelt egybegyűlt közösség tagjai, szent liturgiánkat a Jézusomnak szívén megnyugodni jó kezdetű szent énekünk első szakaszával kezdjük meg. Áldja meg megújult kápolnát, értékeit, valóságait, nemes kincseit, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szenteld meg, Uram, égi és földi kegyelmeiddel, eme kápolna megszépült, megújult értékeit, hogy eme kápolna értékei által az üdvösségre irányítsd figyelmünket, és buzdíts minket az életszentségre történő erőfeszítések pontos megtételére, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát következik Szent János könyvéből. Szenvedése előtt Jézus így szólt a tanítványaihoz. A szenvedés óráját, de hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőíts meg szent nevedet. Erre szózat hallatszott az égből. Megdicsőítettem, és ismét meg fogom dicsőíteni. Azok eltelhessenek az örök élet hitével, reménységével, szeretetével és vigasztaló tanításával. Ezért most áld meg, Urunk, emelemes urnafal értékeit, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szenteld meg, Urunk, eme urnafal értékeit, hogy itt a feltámadás valóságai eleven módon szívünkbe vésődhessenek, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Y
illetőleg, ahogy említette is képviselő úr, ugye nagyon sok embert ki is végeztek, illetőleg több mint 3000-en estek el a harcok során. Én azt gondolom, hogy halottak napján, hogyha a képviselő is itt van és megtisztel bennünket, akkor én azt gondolom, hogy ennél az emléktáblánál illik megemlékezni azokról a hősi halottakról, akik az életüket áldozták a hazáért, azért, hogy ma demokráciában élhessünk, és hogy az önkormányzatiságunkat, az államiságunkat megtartva egy olyan magyar jövőt alakítsunk ki, ami a miénk. Mindig vesztes forradalmakat ünnepelünk, és a Gárdonyi Gézának a halála évfordulóját is ide vesszük, azt is itt meg tudom említeni talán, hogy mindig árulás is közel játszott abba, hogy vesztettünk forradalmakat, és azokat tudjuk ünnepelni. És akkor...